Nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, a Kávéházi Randevú című sorozatot látják, amelyben vendégem ezúttal Komlósiné Kis Anett, aki a Tolna megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvévője, egy meghatározó személyiség a megyében, a városban, Szekszárdon, tekintettel arra, hogy 2018 óta sajtószóvívője a megyei rendőrfőkapitányságnak. Köszöntelek a műsorban. Köszöntelek téged is, és valamennyi tévénézőt. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és elfogadtad a meghívást. Miért lesz valakiből rendőr? Hát ez egy nagyon jó kérdés, és egy elég kacifántos út vezetett idáig, hogy én végül rendőr lettem 2000-ben. Korábban a József Attila Tudományegyetemen, az akkori József Attila Tudományegyetemre, ami most a Szegedi Tudományegyetem, jártam. Bölcsészettudományi karra, az alapvégzettségem történész és középiskolai történelem tanár. Amikor harmadéves voltam az egyetemen, akkor volt egy gondolat, amit ma már nem tudok megmagyarázni, hogy mi történt velem. Elhatároztam, hogy én rendőr leszek. Viszonylag távol van ez a bölcsészettől azért. Igen, viszonylag távol, sőt mondhatjuk, hogy nagyon távol van. Ekkor én jeleztem a szüleimnek, hogy én azt gondolom, hogy nem pedagógusként fogom az életemet folytatni, hanem a rendőrség szolgálatába állok. És akkor ennek adózva az 5 éves egyetemet 4 év alatt elvégeztem, mert akkor volt pont felvétel a rendőrségre a 2000-es években, hogy meg tudtam pályázni azt a helyet, ahova akkor kerültem. Hol kezdtél? A Paksi rendőrkapitányságon kezdtem el a szolgálatot 2000. szeptember 1-én, úgyhogy júliusban kaptam meg az egyetemi diplomámat, és akkor szeptemberben egy hónapig közalkalmazottként dolgoztam, majd ezt követően elkezdtem a rendőrtiszti főiskolának a rendőrszervező szakját, ami tulajdonképpen egy átképző a diplomások részére, hogy rendőrré válhassanak, és ekkor a Paksi rendőrkapitányság főnyomozójaként dolgoztam, és itt töltöttem el az életem első 13 évét, ami Pakshoz nagyon szorosan hozzákötött, hiszen itt voltam 13 évig rendőr. Tehát volt egy gondolatod a Szegedi Egyetemen, hogy te rendőr leszel, ahhoz képest ez a 13 év hogyan telt? Mire számítottál akkor, amikor ezt elhatároztad, és milyen volt ez az első évtized? Nagyon-nagyon jó volt, nagyon meghatározó volt, nagyon szerettem a kollégáimat, akikkel akkor együtt dolgoztam. 2000-től 2004-ig a rendőrkapitányság nyomozó alosztályán egyetlen nőként 9 fiú mellett dolgoztam. Ez azért nehéz lehetett. Férfias nővé tett ez engem, talán a hajamon is látszik, de abban az időben még hosszú hajú voltam. Ebben az időben volt az, amikor megismertem a jelenlegi férjemet is, akivel ma is együtt élünk. Az ő vele történő kapcsolatom, az ismerkedésem is valamelyest köthető a rendőrséghez. Ő is rendőr? Nem, ő nem rendőrként dolgozik, de voltak neki is olyan kapcsolatai, hogy rendőröket ismert, és ezáltal sikerült megismerkedjünk, mert ő az éjszakában dolgozott nagyon sokáig. Úgyhogy vele ott ismerkedtem meg, de nagyon sok kollégám van, akikkel a mai napig szoros kapcsolatot ápolok. Nagyon sok paksi rendezvényre hívnak a mai napig. Nagyon sokat beszélgetünk, éppen a múlt hétvégén volt, amikor egy éppen leszerelő kolléganőm, aki mai napig barátom is, az ő búcsú bulián a paksi rendőrökkel együtt voltam. Tehát nagyon meghatározó élmény volt ez az életemben. Akkor 2004-ben, amikor terhes lettem, 2002-ben házasodtam össze, 2004-ben lettem terhes az első gyermekemmel, 2005-ben született a fiam, majd 2007-ben a lányom, de annyira vonzott engem ez a rendőrség már akkor, hogy nagyon rövid időn belül visszamentem a rendőrségre dolgozni, 2008-ban már újra a rendőrségen dolgoztam, ekkor viszont már a közlekedésrendészet területére hívtak vissza, mert ekkor jött be a nagyon sokak által nem szeretett közigazgatási bírság, ami a gyorshajtáshoz, a biztonsági öv használatához kapcsolódik, és ezeknek a vizsgálatával, illetve a közlekedési balesetek vizsgálatával foglalkoztam egészen 2013. decemberéig a Paksi kapitányságon. És ezt mi követte? Ezt követően 2013 tavaszán kaptam egy lehetőséget az akkori rendészeti igazgató úrtól, dr. Kovács Zoltán ezredestőr, hogy eljöhetek ide a megyei rendőrfőkapitányságra dolgozni, ugyanígy a közlekedésrendészeti szakterületre. 2013. decemberétől egészen 18. áprilisáig ott dolgoztam, mint közlekedési szakirányító. Ez azt jelenti, hogy a közlekedési rendőröknek, a városi közlekedési rendőröknek, vizsgálóknak a munkáját segítettem, illetve szakirányítottam. Emellett a kiemelt közlekedési bűncselekményeket vizsgáltam le. Itt ilyesmikre kell gondolni, hogy halálos közlekedési balesetek, amelyben többen vesztették életüket. Ez kemény téma azért.
Igen, kemény téma. Ezeket az ügyeket vizsgáltam, illetve irányítottam a kollégáknak a munkáját, vagyis próbáltam segíteni őket, hogy minél gördülékenyebben tudják a vizsgálatokat elvégezni. Milyen ez a munka? Nagyon fárasztó, nagyon megterhelő, különösen lelkileg nagyon megterhelő, hiszen nagyon sokan gondolják azt, hogy egy rendőr bemegy a munkahelyére, letelik a 12 órája, 8 órája, vagy adott esetben a 24 órás szolgálata hazamegy. Hát nem egészen így van, hiszen különösen az én munkámban, mostaniban is, a jelenlegiben, illetve a korábbiakban, amikor az ember tragédiák helyszínére kell kimenjen, ahol emberi sorsok megfordulását látja és tapasztalja, ezeket el kell rakni egy polcra. Ezt úgy kell elképzelni, hogy én magamban úgy alakítottam ki, hogy van a fejemben egy polc, amire ezeket a dolgokat berakom, hiszen nem nagyon szeretem ezt a dolgot hazavinni. Természetesen nagyon sok segítséget és támogatást kapok a családomtól, mind a férjemtől, mind a gyerekeimtől abban, hogy ezeket a helyzeteket feldolgozzam. De hogyha az ember ezt nem tudja megfelelő módon kezelni, arra a bizonyos polcra felhelyezni, akkor lelkileg nagyon megterhelő és nagyon-nagyon sok problémát tud okozni az ember fejében. Volt olyan időszak, amikor ez jobban megterhelt téged? Mert olyan kiegyensúlyozottnak tűnsz egyébként. Igen, volt időszak, amikor megterhelő volt. Különösen akkor, amikor az ember olyan emberi tragédiákkal és sorsokkal találkozik, ami ismerősökhöz köthető. És sajnos nem egy ilyennel találkoztam az elmúlt 23-24 évben. Az nagyon-nagyon megterhelő. Már volt egy ilyen eset, egy halálos közlekedési baleset, ami szóvivőként ért engem, és az egyik közvetlen kollégámnak, illetve volt főnökömnek a gyermekéről volt szó, aki 21 évesen vesztette életét autóbalesetben. Nekem akkor oda ki kellett mennem, találkoznom kellett a szülőkkel, a testvérrel, aki a mai napig rendőrként szolgál, és utána oda kellett álljak a kamerák elé. Megmondom őszintén, hogy akkor nem ment az, hogy objektíven a tényeket közölve el tudja mondani a tragédiának a körülményeit, amiket elmondhattam. Sajnos ott nálam is elcsordult egy-két könycsepp, nem szégyellem. Én azt gondolom, hogy mindannyian emberek vagyunk, akármennyire is az a feladatunk, hogy próbáljuk objektíven az embereknek bemutatni az adott körülményeket, akár egy balesetről, akár egy emberölésről, akár pozitív témáról legyen szó. De sajnos vannak olyan pillanatok, amikor ez nem megy annyira. Biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz ez. A magánéletedben ugye az merült fel bennem, hogy azért látsz veszélyes dolgokat, látsz félelmetes dolgokat, látsz hát nagyon nehéz történeteket és sorsokat. Amikor a gyerekeidet neveled, amikor hazamész hozzájuk, mennyire tudsz elvonatkoztatni attól, hogy baromi veszélyes a világ? Nem lehet. És nem is tudok elvonatkoztatni, és azt gondolom, hogy nem is akarok, hiszen abban az esetben, hogyha az ember burokban neveli a gyermekét, és megpróbálja mindenféle veszélytől és mindenféle olyan helyzettől távol tartani, amit nem szeretne, hogy soha bekövetkezzen, akkor nem biztos, hogy jót tesz. Én a gyermekeim nevelése során, a fiam most már 18 éves, a lányom lassan 17, folyamatosan az őszinteségre és a bizalomra építettem a kapcsolatunkat együtt a férjemmel, és mi mindent megbeszélünk. Tehát ők látják azokat az emberi tragédiákat, sorsokat a tévében, illetve rajtam keresztül, amennyit én elmesélhetek otthon ezekből nekik, hogy tudják azt, hogy mennyire veszélyes. Pontosan emiatt is nagyon tudatosak mind a ketten sportolók. Az egyikük és sportolónak készült korábban, most már azért ezt az oldalát feladta szerencsére, mert az se egy egészséges dolog. De sportolóként megvan bennük az a fajta önbecsülés és cél, amiért küzdenek, illetve látják azt, hogy nem annyira fekete és fehér a világ, hanem nagyon sok szürkeség is van benne. Valaha megfordult a fejedben a pályamódosítás? Őszintén igen. Igen. Nem egyszer, nem kétszer. Sokszor gondolkodom el ezen, de én azt gondolom, hogy szeretem a munkámat, szeretem azt, amit csinálok, szeretem a mindennapokban a feladataimat ellátni. Nagyon jól tudok a kollégáimmal, illetve a főnökeimmel együtt dolgozni, úgyhogy jelenleg az álláspontom, hogy egy jó pár évig még a rendőrség kötelékében fogok dolgozni. Ez kell egyfajta hivatástudat? Én azt gondolom, igen. Lehet ezt a munkát úgy is végezni, hogy csak munka, és akkor el tudok vonatkoztatni attól, vagy el tud valaki vonatkoztatni attól az otthonában, illetve a szabadidejében, hogy ő nem rendőr.
hát ez nekem nem megy, hiszen ha én elmegyek nyaralni, elmegyek a családommal akárhova, akkor számukra ez nem furcsa, hogy nekem csörög a telefonom, engem keresnek az újságírók, keresnek a kollégák, jönnek a Viber üzenetek, amelyeken képek vannak, hogy éppen milyen események történnek itthon. Ez nekem nem okoz problémát, nem okoz megterhelést, és amit tudok a szabad időmben is nagyon sokszor van az, hogy segítségre van szükség egy újságíró kollégának, hogy valamilyen információhoz jusson, amit én kiadhatok, akkor azt én minden esetben szoktam teljesíteni. Hogyan jött az, hogy te sajtószóvivő lettél? Mert azért más területen tevékenykedtél a rendőrségen belül. Hogyan alakult ez az egész történet? Hát alapvetően a sajtószóvivőnek ugye nagyon sok területre kell, hogy rálátása legyen. Nem elég az, hogy megtanulja a szöveget, amit én soha nem tudtam megtenni, mert hogyha nem belülről jött az, amit elmondok a kamerák előtt, akkor nem gondolom, hogy hiteles lenne. Ugye én dolgoztam bűnügyi területen, és dolgoztam közlekedés-rendészeti területen is, és nagyon sokat voltam kint a közterületen szolgáló kollégákkal együtt, különböző akciókban, különböző intézkedéseket csináltunk együtt végig. Hát azt gondolom, hogy elég sokrétű szakmai tapasztalattal bírok a munkám terén, és amikor a közlekedés-rendészeten dolgoztam, akkor az akkori szóvivő Huszti Gábor rendőr alezredes úr megkeresett engem, hogy nagyon nehezen tudják ellátni a készenléti szolgálatot, mert nekünk nap 24 órájában a sajtó, illetve a rendőri vezetők rendelkezésére kell állnunk, és hogy segítsek nekik. Ez egy ilyen villámcsapásként ért engem, mert nem is gondoltam, hogy én valaha ezzel a dologgal fogok foglalkozni. Ez 2017. augusztusában volt. Akkor én igen mondtam neki mindenféle gondolkodás nélkül, hogy oké, akkor csináljuk együtt, és akkor megpróbálom, hogy milyen ez az egész. Természetesen csináltam a saját szolgálati feladataimat, vizsgáltam a közlekedési baleseteket, segítettem a kollégák munkáját, és egy hónapban egy hetet átvállaltam a sajtókészenlétet is. Ekkor ismerkedtem meg ugye a televíziók, rádiók, újságírók kollégákkal, és megtetszett a dolog, de egyáltalán nem gondoltam azt, hogy én a saját akkori feladataimat valaha is el fogom hagyni. Aztán 2018 tavaszán jött egy lehetőség Gábornak, hogy ő a bűnmegelőzési alosztály vezetői beosztást megpályázta, amit el is nyert, és akkor megüresedett az a sajtószóvivői állás, és akkor főkapitány úrral közösen megkértek engem, hogy lesz egy pályázat, hogy induljak el a pályázaton, mert azt látják, hogy alkalmas vagyok erre a feladatra. Nem szokott problémát okozni az, hogyha a kamerák elé állok, hogy izgulnék, vagy valamilyen probléma lenne. És akkor egy pár nap gondolkodás után, megbeszélve a családdal, úgy döntöttem, hogy jó, mit veszíthetek. Megpróbáltam, és elnyertem a pályázatot, és 2018. április 1-e óta főállásúként, sajtószóvivőként dolgozom. Az újságíró szakma és a rendőri hivatás, azt gondolom, hogy bizonyos szempontokból rokon szakma, mert hogy mind a kettőhöz elhivatottság kell, ez egyfajta életforma, nem tudunk attól elvonatkoztatni, ami a munkánk, a napjaink minden pillanatát végigkíséri ez. Szerintem te is így gondolod ezt. A magánéletedben, mondjuk ha éppen a hobbidnak szeretnél élni, mennyire hatja át ez az életedet? Tehát gondolom, telefon mindig ott van. Így van. Hogy működnek ezek a dolgok? Teljesen áthatja. Bárhova megyek, akárhova is, még a toalettre is viszem magammal a telefonomat. Az órám a kezemen már jelzi azt, hogyha bármiféle bejövő hívásom van. Tehát konkrétan a nap 24 órájában, nekem 2018 április óta nem volt kikapcsolva a telefonom. Legyek itthon, legyek külföldön, legyek egy vendégségben, akár egy esküvőn, akár egy családi összejövetelen, nálam a telefonom mindig ott van. Én azt gondolom, hogyha megkérdeznénk az újságíró munkatársakat, akkor elmondhatják, hogy nagyon-nagyon ritka az a pillanat, amikor én nem veszem föl elsőre a telefont, és visszahívom az adott újságírót, vagy pedig másodjára kell telefonáljon, hogy beszéljünk. Én azt gondolom, hogy ezt a munkát, amit én ellátok, ezt nem lehet másképp csinálni. Lehet, csak nem hatékony. Tehát én a mindennapjaimban úgy élem ezt meg, hogy igenis, ha én ezt a hivatást választottam, akkor azt el kell fogadja mindenki, a körülöttem élők is, hogy ha nekem csörög a telefonom, akkor azt felveszem. Most egy rövid történet ezzel kapcsolatban. A hétvégén éppen a férjemmel utaztunk Pécsre egy rendezvényre. Úton voltunk, amikor történt egy baleset Fadd és Dombori között, ami eléggé érdekelte a sajtó munkatársait, és Tolnától egészen
azt hiszem talán Mecsek Nádasdik folyamatosan csörgött a telefonom, különböző sajtóorgánumoknak a képviselői hívtak, egyeztettem a tevékenységirányítási központunkkal, hogy mi történt, és tájékoztattam a sajtó munkatársait, függetlenül attól, hogy nem voltam szolgálatban. Férjem ilyenkor mindig mosolyog, a telefonomat leveszem az autóra, mert általában ugye ki van hangosítva, de ilyenkor, mivel nem én vezetek, hanem a jobb első ülésbe ültem, akkor elintézem ezeket a szolgálati feladatokat, és akkor ugyanúgy tudom folytatni a családommal is a beszélgetést. Tehát megtaláltad a társat az életedben, azt hiszem. Én azt gondolom, hogy igen, hogyha ők nem lennének, tehát a férjem nem lenne mellettem, illetve a gyermekeim nem lennének ennyire toleránsak és ennyire érett gondolkodásúak, akkor nagyon-nagyon nehéz dolgom lenne. De mivel ők itt vannak nekem hárman, és hozzájuk kapcsolom még az édesanyámat, aki a mindennapokban, a házi munkában, a vasalástól kezdve, a hétvégi főzésen át nagyon-nagyon sokat segít, akkor nem tudnám ilyen hatékonyan és ilyen nagy odaadással és elánnal csinálni azt, amit csinálok. Szerencséd van akkor a családoddal, hogy ebben ilyen kitartóak. És még az is eszembe jutott, hogy azért a munkád olyan, hogy nem mindenki, nem biztos, hogy mindenki támogató ebben a témakörben. Azért a társadalom egy bizonyos része megítéli más aspektusból is a rendőröket, a rendőri szakmát. Ezt hogyan éled meg? Igazából megmondom őszintén, hogy ezzel a részével annyira nem foglalkozom. Volt az elején, amikor a szóvivői székbe kerültem, ugye, hogy a reflektorfény rám vetődött, nyilatkoztam pont a Tolnatáj televíziónak egy anyagban, és felhívott egy 2 óra múlva engem a Bence Péter kollégát, hogy nehogy megnézd a kommentet, amit odaírtak a Facebook oldalunkra, mert nem annyira pozitív a irányodba. Elolvastam akkor, már nem is emlékszem, hogy pontosan mit írt az úriember, nem feltétlenül engem, hanem az egész rendőri hivatást degradálta le, de nem esett jól, nem éreztem jól magam a helyzettől, de aztán, ahogy telnek az évek, egyre többször vagyok úgy vele, hogy el sem olvasom már a kommenteket, és ha elolvasom, akkor is megnézem, hogy ki van a szavak mögött, és nem szoktam nagy jelentőséget tulajdonítani neki, tehát a mindennapjaimat már egyáltalán nem befolyásolja ez, hogy valaki negatív módon ír rólunk a rendőrségről. A közterületen lévő kollégáimat ez biztos, hogy sokkal jobban bosszantja, illetve idegesíti. Őket valószínűleg több ilyet. Igen, ők többször vannak közvetlen atrocitásban emberekkel, többször kell konfrontálódjanak. Én ugye a munkám kapcsán nem annyira vagyok ilyen helyzetben, nem nagyon kell az emberekkel konfrontálódjak, de bizony előfordul az, hogy csörög a telefonom akár a szolgálati, mert ugye az nyilvános a rendőrség oldalán, akár bent az irodámban a telefon, és elkövetők, akikről mondjuk egy sajtóhírt kiadtunk, természetesen a GDPR szabályainak megfelelően felhívnak, hogy most ő rajta nevet az összes barátja, mert hogy ő elkövetett egy idézőjelbe számára Pityaner bűncselekményt, és őt felismerték. És akkor ezeket a helyzeteket kezelni kell az embernek, ezeket az embereket meg kell nyugtatni adott esetben, vagy hogyha olyan helyzet alakul ki, akkor sokszor sajnos le is kell osztani csúnya szóval őket, de természetesen megvannak azok a módszereim, amiket saját magam alakítottam ki, hogy sohasem kerültem még olyan helyzetbe, hogy emiatt engem bárki feljelentett volna a katonai ügyészségen, vagy bármi problémám adódott volna miatta. És azt is büszkén mondhatom el, hogy a lassan 25 éves szolgálati időm alatt semmiféle olyan komolyabb eset miatt nem kellett konfrontálódnom, ami esetleg a karrieremet befolyásolta volna. Sajtószóvívőként, amikor felhív téged egy sajtóorgánumtól egy újságíró, mindig tudod, hogy mit mondjál? Hogyan zajlik ez az egész? Tehát történik egy esemény, ami érdekli majd a sajtót, akkor te arra gondolom felkészülsz. Hogyan mi ennek a módszertana nálad? Hát ugye, hogyha történik egy olyan nagyobb sajtóérdeklődést kiváltó esemény, legyen az, amit korábban beszéltünk, egy komolyabb baleset, vagy legyen az, ami számomra nem is komoly baleset, vagy történik, ugye most sajnos a közelmúltban történt, ami hál' Isten ritka itt Tolnavár megyében, egy emberölés, akkor az ember már rögtön az eseményeket követően megtudja, hiszen nálunk van egy olyan jelentő hálózat, aminek én a része vagyok. Tehát megtörténik egy esemény, rövid időn belül ugye a vezetők tájékoztatását követően a tevékenységi irányítási központba dolgozó kollégák azonnal hívnak engem is. Ez legyen délután 2 óra, vagy éjjel 3 óra. Tehát
ez sem olyan, hogy én 3:30-tól 4:00-ig bent ülök az irodámban, és akkor értesülök az eseményekről, hanem éjjel 3-kor is csörög a telefonom, akkor a kollégák elmondják, hogy mi történt. Én úgy nagyjából már a szakmai múltam alapján tudom, hogy mik azok az események, amikre azonnal reagálni kell. Ilyen egy emberölés, ilyen egy baleset, ami nagyon komoly sajtóérdeklődésre tartott számot, és akkor összerakom a fejembe azt, hogy a rendelkezésemre álló információkból mi az, amit kiadhatok, mi az, amit nem. Vannak ugye olyan helyzetek, amikor egyeztetnem kell a rendőrfőkapitány úrral, aki tulajdonképpen az egész sajtóért felelős a vármegyében. Én ugye az ő általa meghatározottak szerint kell eljárjak. Mindig egyeztetünk, hogy most akkor ez az a helyzet, amit így vagy így úgy kell a sajtó elé tálalnunk, hogy megnyugtassuk a közvéleményt adott esetben, illetve a rendőrség is jó színben tűnjön fel az állampolgárok szemében, hiszen gyorsan elfogjuk az elkövetőt és azonnal reagálunk a helyzetekre. Úgyhogy minden esetben a nap 24 órájában, amikor egy ilyen helyzetbe kerülök, akkor átgondolom a dolgokat a szakmai tudásomnak legjobbja szerint, és természetesen azt mondhatom el, amit számomra a jogszabályok, illetve a nyomozás körülményei megengednek. Persze előfordul az, hogyha egy újságíró többet szeretne megtudni arról, ami éppen történt. Én nem mondhatok plusz dolgokat természetesen, de ők mindig résen vannak, és hogyha nem a rendőrségtől, akkor adott esetben a környéken lakóktól, a baleset részeseitől, vagy éppen a szemtanúktól, vagy azoktól, akik vélni láttak valós vagy vélt eseményeket, őtőlük szoktak különböző információkhoz jutni. Sokszor van az, hogy jót derülök egy-egy híradós anyagon, különösen az országos média tartalomszolgáltatók esetében, amikor nem feltétlenül az objektív adatok alapján történik meg egy hírnek az elmondása, vagy éppen a közlése, és akkor ugye ehhez jönnek a különböző kommentek az internetes felületeken, a közösségi médiában. Nagyon sokszor rááll a kezem arra még a mai napig, hogy magánemberként ehhez kommentelek, de mindig törlöm az általam leírt néhány szót, mert tudom, hogy egyrészt nem tehetem meg, hogy én ezt saját véleményként bármit is erről nyilvánosságra hozzak, illetve nem adhatok ki olyan információkat, ami esetleg a nyomozást befolyásolná, vagy esetleg olyan dolog menjen ki, ami a rendőrségre nem vetne jó fényt. Több mint 2 évtizedet töltöttél el a rendőri szakmában. Bizonyára van a társadalomról is egy képed, hogy milyen volt akkor, amikor elkezdted, hogy milyen most. Ehhez hozzájön az is, hogy a média is nagyban megváltozott, a hírközlés, ugye, ami végül is a te szakmád is lett, ha úgy vesszük. Tehát teljesen más, hogy mennek már az információk, mint mondjuk 20 évvel, 25 évvel ezelőtt, teljesen más a közlés módja, a közlés gyorsasága, minden megváltozott. Szerinted mennyiben változott a társadalom ezeknek az aspektusoknak a nyomán? Hát nagyon megváltozott. Én 2000-ben, amikor rendőr lettem, akkor számomra idézőjelben öreg rendőrök lettek a mentoraim, akik közül volt egy nagyon-nagyon kedves rendőr, aki azt mondta nekem, hogy figyelj ide, édeslányom, naponta 3 kérdésed van. Hogyha most megszólalsz, akkor egyet kilőttél. Mi ezt szerint éltük a mindennapjainkat a nyomozóknál, illetve a bűnügyi szakterületen, ami nagyon jó volt. Fiatalként belecsöppenni az életbe és rögtön egy ilyen munkába nagyon megterhelő volt akkor is, de teljesen másképp volt megterhelő. Viszont azóta nagyon-nagyon sokat változott a világ, és nagyon megváltoztak a körülmények. És pontosan ennek köszönhetően döntöttem úgy 2021-ben, hogy egy kínálkozó lehetőséget elfogadok, amikor itt a Pécsi Tudományegyetem vidékfejlesztési karán indult egy szak az egyetemen, PR és szóvivő szak, és azt gondoltam, hogy talán közelebb tudom magamat is juttatni az emberekhez, illetve a sajtóhoz, hogyha ezt a szakot elvégzem, és meglátom azt, hogy hogyan is működik maga a sajtó, illetve a kommunikációs szakterület. Nagyon sokat tanultam, és megláttam azt, hogy mi a sajtó orgánumoknak az érdeke, és mi a rendőrségnek az érdeke, illetve mi egy adott esetben egy magánembernek az érdeke egy-egy esemény kapcsán, és ez nagyon-nagyon más.
Ugye a rendőrség érdeke az, hogy a nyomozás érdekeit mindenféle módon megvédje egy bűncselekmény elkövetése kapcsán, illetve egy baleset kapcsán pedig az, hogy minél szélesebb körűen tudja bizonyítani azt, hogy az adott balesetért ki a felelős, ki az, aki felelős lehet. Aki érintett az eset kapcsán, ő neki nyilván az az érdeke, akár elkövetőként, akár a másik oldalon álljon, hogy ne sérüljenek az ő személyes érdekei, és ezekre nekünk nagyon sokszor vigyázni kell. A sajtónak a legfontosabb érdeke sajnos ma már a lájkvadászat, azt kell mondjam, és nagyon sokszor már különösen a kereskedelmi csatornáknál nem az a fontos, hogy mik az objektív tények, mik az objektív adatok, hanem az, hogy hány lájkot fogok kapni, hány különböző aktivitás fogja érni, hány megosztás az én adott közleményemet, vagy éppen egy megosztásomat, vagy egy híranyagot, amit a tévében elmondanak. Tehát nagyon-nagyon mások az érdekek. Én azt gondolom, hogy ezt próbálom a mindennapjaimban mindig egy egyensúlyba hozni. Előfordul a mai napig az, hogy a vezetőimmel nem vitába, hanem szakmai vitába keveredünk annak kapcsán, hogy én azt gondolom, hogy kicsit többet kellene megmutassunk magunkból. Ők ugye nem így gondolják, ők azt mondják, hogy csak s kizárólag a tényeket kell elmondani, mert hogy a rendőrségnek ez az érdeke, de most már egyre jobban látják ők is azt, hogyha mi nem nyitunk az emberek felé, és nem adunk több információt, mint ami fontos lehet számukra, akkor elkezdenek találgatni. Nem csak az állampolgárok kezdenek el találgatni, a fotelükben ülve, kommentelve, hanem ugyanígy a sajtó munkatársai is, és sajnos emiatt azért volt egy néhány vitám a kedves sajtós kollégákkal, de mindig meg tudunk egyezni, mindig össze tudjuk egyeztetni az érdekeinket, és mindig én azt gondolom, hogy abszolút jól közreműködünk, és a mindennapjainkat együtt jól megéljük. Hát én kívánom, hogy ez az együttműködés minél tovább tartson. Én azt gondolom, hogy amilyen a te személyiséged, az nagyon harmonikusnak tűnik, így kívülállóként, tehát úgy bele simultál ebbe az életvitelbe. Nekem így tűnik. Persze nyilván belülről az ember nem mindig ezt látja magáról. Így van, én azt gondolom, hogy nagyon harmonikus az életem. Persze mindenkinek vannak hullámvölgyek és hegyek az életében, de azáltal, hogy nekem egy olyan családom van, amilyen olyan gyermekeim, férjem, édesanyám, testvérem, akik támogatnak a mindennapokban, az életemben, a munkámban, a gyerekek nevelésében, a házi munkában, sorolhatnám tovább, pedig a férjem is vállalkozóként dolgozik, tehát van éppen elég dolga, de ők mindig ott állnak mellettem, és nem 100%-osan, hanem 110%-osan. Úgyhogy, ha ők nem lennének, hanem csak ez a stresszes munka, amiben én a mindennapjaimat élem, akkor nagyon nehéz lenne ezt a harmonikusságot látni. De hál' Isten, én is így érzem, hogy harmonikus az életem. Köszönöm, jól vagyok, és remélem, hogy nagyon sokáig fogok még tudni úgy objektív adatokat közölni a kedves állampolgárokkal, hogy ne lássák azt rajtam, hogy nekem gondjaim vannak. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én kitartást kívánok a munkádhoz. És nagyon sok sikert. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nézőknek köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk következő alkalommal is.